Folytatjuk már is a mai témát, hogy arról beszélgettünk néhány perccel ezelőtt, hogy milyen mondatok hangzottak el, egyrészt Orbán Viktor, másrészt Kocsis Máté részéről. A világháborúról beszélt egyébként Orbán Viktor, ugye azt mondta, hogy a világháború veszélye nem irodalmi túlzás, ez a pénteki rádióinterjújában hangzott el. Kocsis Máté pedig azt mondta, hogy ha világháború lesz, akkor atomháború lesz. Itt hagytuk abba, ezeket a mondatokat próbáltuk értékelni, és ugye Brenner Koloman azt mondta, hogy életveszélyes ezek a mondatok, mármint amiket Orbán Viktor mond, mert hogy riogatások, felelőtlen mondatok, ugye nagyjából itt hagytuk abba, és akkor oda is adom a szót, hogy miért riogat Orbán Viktor, vagy akár Kocsis Máté, hogyha erről egyébként nemzetközi úgymond konszenzus is van, hogy azért ettől nagyon messze vagyunk, hogy atomháború legyen. Én szeretném megnyugtatni képviselő urat és a nézőinket is. Én azt gondolom, hogy messze nem riogatás, figyelemfelhívás. Ha a partnereinknek is elmondjuk, hogy még azt sem mondom, hogy benne van a levegőben, de van egy lokális háború, regionális, már európai következményeivel, a NATO tagállamok beálltak Ukrajna mögé fegyverszállítással, globális nemzetközi következményei vannak Afrikáig az élelmiszerválságnak, érezhető egy geopolitikai, biztonságpolitikai feszültség. Kína teljesen más fordulattal kezdte az idei évet, nem csak a moszkvai látogatásra gondolok. Érezhető, hogy a nagyhatalmak közötti feszültség, és épp ezért a kommunikáció is megváltozott. Egy atom nagyhatalom... Nem erős egy ilyen mondat, hogy ha világháború lesz, akkor atomháború lesz? Azt gondolom, hogy erős a helyzet. Ez egy figyelemfelhívás, hogy ne menjetek el addig, hogy ez legyen. Ez nem riogatás, inkább egy figyelemfelhívás, hogy legyünk eszünknél, tárgyaljunk a tűzszünetről, legyen béketárgyalás, és ez elsősorban a nyugati partnereinknek, Oroszországnak és Ukrajnának szól. Egyébként természetesen ezt tavaly február óta mondja a kormány, március óta, hogy nem 0% az esélye, de azért a háború kitörésekor nem beszéltünk fehér oroszországi Belarusról, hogy esetleg milyen töltetek kerülnek oda, nem fenyegetőzött senki sem atomfegyverekkel. A kommunikáció erősödött, a tárgyalási hajlam csökkent, ez egy figyelemfelhívás, hogy ne okozzunk magunknak további bonyodalmat. Szóval mennyire, ugye beszéltünk itt a szünetben, amit elárulhatok a nézőknek Kína álláspontjáról, és azzal kapcsolatban, hogy hogyan állnak ilyen típusú mondatokhoz hozzá, mondjuk akár Kínában. Szóval mennyire működhet, vagy működhet ez, ha figyelemfelkeltésről van szó? Hát ugye Kína azonnal reagált erre a történetre. A kínai külügyminiszter név nélkül, de nem nevezte meg az országokat, hanem atomhatalmaknak titulálta őket, és felszólította őket, hogy mindenki tartózkodjon ettől. Ez teljesen friss, ez néhány napos kijelentése a kínai kormányzatnak, még akkor is, ha a Kína most elkezdett fegyverkezni. Nem is akárhogy. Nem is akárhogy, így igaz. Hát ugye ott Kína, Tájván, Egyesült Államok, Kína feszült viszony alakult ki, hadgyakorlat abban a térségben, Dél-Korea, Egyesült Államok, tengeri hadgyakorlat, tehát tengeri blokkád Tájván körül, szóval van feszültség abban a térségben is, de mindenki az önmérsékletre és az önmegtartóztatásra próbálja rávenni a résztvevő feleket, a partnereket, az ellenfeleket, mert ha a harmadik világháborút vizionálunk, akkor ott már az esélye megemelkedik jelentősen egy taktikai atomfegyver használatának. Akkor folytassuk is innen, ha már önmérsékletet emlegetett, mert hogy ugye aktuálissá vált most már Finnország NATO csatlakozása, mert hogy ennek a ratifikálás egyébként Magyarország részéről is megtörtént, Törökország részéről is megtörtént, és az orosz médiában arról kezdtek beszélni, hogy Vlagyimir Putyinnak fel kellene szabadítani a Finnországot. Finnország karnyújtásnyira került a NATO tagságtól, miután pénteken Törökország is megszavazta annak ratifikálását. Az orosz állami média ezzel párhuzamosan arról kezdett beszélni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szabadítsa fel Finnországot a NATO csatlakozás veszélyét látva.
Finnország NATO csatlakozása egyértelmű fájópont az orosz vezető és Moszkva számára, már csak azért is, mert a két ország közös határon osztozik. A Daily Star megjegyzi, mivel a NATO terjeszkedése Putyin számára az egyik legnagyobb veszélyforrás jelenti, Finnország csatlakozása minden bizonnyal újabb háborúra adhatna okot. Hozzáteszik, hogy Ukrajna invázióját is részben azzal indokolta az orosz elnök, hogy az ország egyre jobban kezdett nyitni a nyugat felé. Svédország és Finnország egyébként épp az ukrajnai konfliktus kirobbanását követően kérte a NATO csatlakozást. Na hát, ha arról beszélgetünk, hogy erős mondatok, akkor itt is elég erős mondatok vagy gondolatok vetülnek föl. Ugye mindig szokták mondani, hogy az orosz médiának az állításait érdemes több szempontból is megvizsgálni. Hát több vizsgáljuk akkor meg. Ugye Finnország NATO csatlakozása tulajdonképpen megtörténik a napokban. Mennyire? Holnap. Így van. Szóval, hogy ez mennyire, hogy mondjam, az ami itt elhangzik, hogy ugye Putin szám már a NATO terjeszkedése az egyik legnagyobb veszély, és valóban ugye erre hivatkozott Ukrajna esetében, akkor itt Finnország csatlakozása a NATO-hoz mennyiben hozhat, vagy bonyolíthatja tovább ezt a folyamatot? Szerintem először is szögezzük le, hogy ez is mutatja, hogy az putyini Oroszország agressziója Ukrajnával szemben éppen az ellenkező hatást érte el, mint amit az orosz vezetés szeretett volna, hiszen az északi szárnya a NATO-nak most kiegészülve már Finnországgal valóban holnaptól, és szerintem nem sokára majd, ha a fideszes magyar kormány befejezi a pillanatnyilag éppen a török érdekek kiszolgálását azért, hogy a svéd csatlakozást még húzza, halasztja. Erről azért, mint a Külügyi Bizottság konzervatív alelnöke, elég közeli képet tudnék a kedves nézőnknek mondani arról, hogy ez mennyire méltatlan egyébként, és mennyire ellene mond a magyar nemzeti érdeknek, hiszen, ahogy előbb mondtam, a NATO és Európa a biztonságunk, és a magyar polgárok biztonságát a NATO Védelmi Szövetsége biztosítja, és most megbízhatatlan NATO szövetségesként működik a fideszes Orbán kormány, hogy azt nem mondjam, meglehetősen felsejlik a háttérben meghúzódó orosz szál, és itt a finn csatlakozás, és nem sokára a svéd csatlakozás, ne felejtsük el, hogy olyan államok csatlakoznak most a NATO Védelmi Szövetségeihez, és akkor most reagálnék az orosz kijelentésre. Jelezném, hogy Finnország két sikeres honvédő háborút folytatott szovjet-orosz csapatokkal szemben, és azt gondolom, hogy ezért érzékeny téma ez az orosz belpolitikában, és erre vonatkoznak ezek a túlzó reakciók. Hát belpolitikai célzatúak ezek a mondatok is akkor? Békeidőben is ahhoz, hogy felfigyeljenek a nézők bármilyen hírre, ahhoz már érzelmeket kell kreálni. Arisztotelész mondta, a logosz a logika, az etosz a hitelesség, de a 21. században hangsúlyozom, békeidőben is az érzelmekre való hatás a kommunikációban a patosz. Egy háborús helyzetben nincs különbség Ukrajna, Szíria, Egyesült Államok, Oroszország tekintetében, ahol háború van, akkor az embereket össze kell fogni. Egy teljesen más, hála Istennek Magyarországon jelenleg nem ismert hangulatban kell kommunikálni. Ezért vannak túlzó kijelentések, ezért vannak akár feltüzelő kijelentések, de természetesen ma egy héttel ezelőtt itt este az ön műsorában beszélgettük például Tarján Péter biztonságpolitikai szakértővel is, hogy van egy 1400 kilométeres határ Finnország és Oroszország között, és egy valós provokációnak lehetne tekinteni, én nem tekintem annak, szerintem Oroszország sem. Egyedüli provokáció Ukrajna lehetséges NATO csatlakozása lehet Oroszország számára. Én nem gondolom, hogy akár svéd barátaink, akár Finnország valós veszélyben lenne. A svédeknek pedig azt üzenem, hogy úgy tűnt, hogy a kormány javaslata, amit a Fidesz frakcióban többen nem fogadtak el, lehet, hogy jól döntöttek, hiszen már azóta is újra Magyarországot, a magyar embereket és a magyar kormány bírálják, és beálltak az európai mögé, hogy Magyarország ellen erősítsék a jogállamisági eljárást. Tehát lehet, hogy jól döntöttek a képviselők, csak képviselő úr mondta, hogy szegény svéd barátainkkal mi lesz, elárultuk őket most a török-orosz érdekek miatt. Szerintem kizárólag magyar
patrióta érdekek mentén döntöttek a képviselők. Egy picit, mindjárt beszélünk Svédországról is, csak egy picit még hadd térjek már vissza ehhez a orosz állami médiában elhangzó mondatokhoz, szövegekhez. Nincsenek realitása nyilván, figyelemfelkeltésről van szó, belpolitikáról van? Ez egy verbális háború. Tehát egy része a verbális háborúnak, ugyanis mivel Finnország NATO tag, Finnországot megtámadni, tegyük idézőjelbe, felszabadítani, hogy mitől vagy kitől nem tudjuk, Finnországot megtámadni egyenlő a NATO megtámadásával. Ennek a gyakorlati esélye szinte a nullával egyenlő. Ez valószínűleg szintén, ahogy az urak előbb említették, egy orosz belpolitikai fogás, feltüzelni érzelmileg az orosz lelket, mert ugye ismerjük ezeket a reakciókat, hogyan lehet motiválni, determinálni bizonyos irányba támogatókat szerezni ahhoz a háborúhoz, ami jelen pillanatban folyik. Belpolitikailag ez most Putyin számára igen fontos kérdés. Akkor egy pillanatra még Svédországhoz is térjünk vissza, mert hogy ez a kettő tulajdonképpen azért összefügg, és ugye itt beszéltünk arról, hogy holnap lesz a nagy nap, mármint Finnország nagy nap, és ugye csatlakozik a NATO-hoz, és ugye utána délután oda megy Brüsszelbe, ugye ott lesz az ukrán külügyminiszteres és a külügyminiszterek tanácsa is összeül, és például ugye Stoltenberg főtitkár bejelentette, hogy összehívja Magyarország ellenére is ugye ezt a bizonyos NATO-Ukrajna bizottságot, és Szijjártó Péter nem lesz ott ugye ezen a tanácskozáson, Romániába utazik. Ennek mekkora diplomáciai szempontból, tegyük már ezt egy picit helyre, hogy ennek mekkora a mostani jelentősége ebben a konkrét helyzetben, és hogy is Svédország esetében ez elhangzott? Hát pont arra utal, amit az előbb én mondtam, és itt vitatkoznék szakértő úrral, én azt gondolom, hogy a jogállamiságot érintő svéd kritikák egy jelentős része jogos, hiszen tudjuk, hogy a 13. évében járó fideszes egypárti túlhatalom leépítette a joguralmát, ezt a régi európai konzervatív értéket. Svédországra visszatérve pedig azt gondolom, hogy itt ez egy olyan kérdés, és a NATO összehívására Magyarország nélkül, ami azt bizonyítja, amit én mondtam, hogy a magyar nemzeti érdek sérül, mert ugye egész eddig Magyarország azért blokkolta ezt a formátumot, mert hogy a kárpátaljai magyarságot ért jogsérelmek miatt, és ezek valós jogsérelmek, ezt is leszeretném szögezni, mi a Jobbik konzervatívok részéről ezt mindig leszögeztük. De itt látszik, hogy mennyire rossz az a külpolitika, amit a fideszes egypárti túlhatalom képvisel, mert így most gyakorlatilag nélkülünk tárgyal a NATO Ukrajnával, tehát még csak esélye sincs a magyar álláspont ismertetésére a magyar diplomáciának. Ez az, amit mondtam, hogy ez az igazi veszélye a fideszes külpolitikának, hogy elszigetelte hazánkat, és még a valós, jogos, mondjuk kiállásunk a kárpátaljai magyarságért is lehetetlenné vált. Mennyire lehet még elhúzni, ugye már felszoktam tenni ezt a kérdést, a svéd csatlakozásnak a ratifikálását. Ugye itt az szokott lenni a válasz, hogy minden Törökországtól függ, és van majd Törökország. Erre rábulint, akkor majd Magyarország is rá fog bulítani. Ez ennyire, ettől függ ennyi? Ha megtetszik engedni, még a NATO-Ukrajna bizottságra hagy reagáljak. Igen. A NATO alapszabály nem rendelkezik arról, hogy nem lehetne ilyen bizottságot összehívni. Tehát mondhatom, hogy Stoltenberg főtitkár döntése egyáltalán nem megy szembe semmilyen NATO szabálya. Csak nem volt még erre egy példa. Így van, nem volt rá precedens. 2008-9-ben született a NATO-ban egy megegyezés, egy kart, amikor potenciálisan egy együttműködő partner meg lehet hívni egy ilyen közös bizottsági ülésre, ami holnap meg is lesz. Pontosan Finnország csatlakozásának az apropójából, senki semmilyen szabályt nem sért. Természetesen a vétójogunkkal, amennyiben a kárpátaljai honfitársaink, nemzettestvéreink jogainak további csökkentését látjuk, akkor élni fogunk. Csak szerettem volna ezt tisztába tenni, hogy ez egy normális procedúra lehet, hogy meghívják Ukrajnát. Egyébként Stoltenberg, amikor megígérte múlt héten hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, hogy a bizottság összehívása ellenére hangot fog adni annak a magyar aggálynak, hogy a kárpátaljai magyaroknak
pontosan az oktatási törvényben szerepelt pontjait bírálja felül majd Ukrajna. A svéd csatlakozáshoz azt szeretném reagálni gyorsan, hogy azért, hogy mennyire a fideszes külpolitika, mennyire itt tényleg most éppen az orosz és török érdeket szolgálja, arra egy példa, hogy a külügyi bizottságban egyébként ugyanazon a napon mind a két ország vonatkozásában a ratifikációt támogatta a Fidesz. Tehát az egy kicsit megmosolyogtató volt, amit Kocsis frakcióvezető úr itt most előad, hogy majd a Fidesz frakción belül itt nagy kérdőjelek volnának. Ugyan kérem, hát aki ezt komolyan veszi, nem itt arról van szó, hogy az Európai Uniós források részéről folyó hát alkudozásba ezt a tételt is Orbán Viktor miniszterelnök belerakta. Na ez veszélyes a magyar nemzeti érdek. Egy picit kanyarodjunk vissza a háború úgymond aktualitásaihoz, mert hogy bomba robbant vasárnap Szentpéterváron, egyébként a város központjában, egy kávézóban, és a robbantással meghalt Tatarszki, egy orosz háborús blogger, aki egyébként elég radikális nézeteket képviselt. Biztonsági kamerák rögzítették azt a pillanatot, amikor Daria Trepova besétált egy dobozzal a kezében egy szentpétervári kávézóba, hogy végezzen az orosz háborús bloggerrel, Vladlan Tatarszkijjel. Ahogy a felvételen is látszik, a fiatal lány egy hatalmas dobozban vitte be a robbanószert a találkozóra. A hírek szerint a dobozban egy szobor volt, amiben mintegy 200 gramnyi dinamitot helyeztek el. A szemtanúk beszámolói szerint Tatarszki sejthetett valamit a dologból, mert amint Trepova lerakta a dobozt, maga mellé rendelte a lányt, ami a helyszínen készült fotókon is látszik. Később Trepova mégis élve, sértetlenül jutott ki, mások azonban nem voltak ilyen szerencsések. Tatarszki meghalt, 4 életveszélyesen, 23-an pedig súlyosan megsérültek. A merénylő utánhajtóvadászatot indítottak az orosz hatóságok. Vasárnap éjjel házkutatást tartottak a lány szentpétervári otthonánál, ahonnan egy maszkos nőt vittek el a rendőrök. Az orosz hatóságok szerint az ukrán titkosszolgálatok követték el a merényletet. Prigozsin szerint viszont lehet, hogy nem Kijev áll a merénylet hátterében. Ellenzők is belső leszámolást emlegetnek, miután a blogger nemrég közhírré tette azt, amit a Kreml igyekszik titkolni, hogy 2014 óta orosz katonatisztek ezrei harcolnak a Donbászban. Annyit hagyd tegyek még hozzá Tatarszkijhoz, eredeti nevén Maxim Forminnak, egyébként az egyik legjelentősebb orosz katonai bloggerről van szó, csak hogy értsük, hogy nagyjából milyen befolyása lehet. A Telegramon 560 ezer követővel rendelkezett, és a hírek szerint komoly kapcsolatai lehettek egyébként a Wagner csoporral, a Kremllel, a Donyecki népköztársasággal, orosz nacionalistákkal is, és ugye az, hogy Pétervárron ez a kávé ez ugye állítólag Prigozsinhoz köthető, vagy legalábbis ezt lehetett a hírekből hallani, és hogy további feszültségekre utalhat ugye a Kreml belső köreiben. Ezt tegyük már egy picit helyre, hogy ön hogy látja magát, ezt a merényletet, és egyáltalán az, hogy ez tényleg elvezethet ahhoz, hogy mondjuk a Kreml belső köreiben lehetnek gondok. Igen, hát egyébként is ebből indultam ki, volna ki az elkövetés módszere. Hát feladták az elkövetőt, mert ugye oda küldik, beszél vele, arccal, nyomon követhető, fogható. Már úgy érte, hogy föladták, hogy kinek a részéről? Hát az elkövetők, akik megbízták őt ezzel a feladattal, eleve azzal számoltak, hogy ezzel a módszerrel elkövetni ezt a módszert, idő kérdése, hogy mikor szedik össze őt az oroszok. Mert hát elég könnyen beazonosítható. Ha minden, ha valaki végezni akart volna vele, akkor én úgy gondolom, hogy itt nincs titkosszolgálati háttér, mert ez egy igen primitív módszer. Tehát valakit eltenni láb alól, mert valamilyen szempontból nem kívánatos személy, ez azon a fertájon nem egy különleges, ez egy hétköznapi történet. Több gyakorlata van benne mindkét félnek. Gondoljunk csak az elmúlt néhány évben az oroszok hányszor próbáltak meg általuk árulnak vélt embereket a világ különböző pontjain eltenni láb alól, illetve belső leszámolások is, amik az elmúlt néhány hónapban zajlottak le, van, aki kiesik az ablakon, van, aki megöli a családját és öngyilkos lesz, szóval itt 10-12 esetben gazdasági potentáltak, a Gazprom Bank bizonyos vezetői eltűntek a süvjesztőben.
Tehát a módszer maga az igen egyszerű történet, a hatását eléri, mert a célszemély meghal. Na most ugye beengednek egy ilyen helyre, ahol biztonsági személyzet működik, egy ilyen szobrot, amit nem világítanak át, nem vizsgálnak meg. Szóval háborús körülmények vannak, a maga elkövetés helye is érdekes, ugye Szentpétervár. Egy kávézóról beszél. Igen, meg hát köthető Putyinhoz. Pétervár. Jó, hogy akkor ennek is hát szimbolikus, így van. Úgy, mint annak ide, amikor a hidat felrobbantották, születésnapja előtt egy nappal. És utána indult el a rakéta eső Ukrajna felé. Tehát ez az első látásra, ami ebből most úgy kitűnik, még nem ismerve a konkrét részleteket, hát egy ilyen belső ellenállási tevékenységnek tudható föl. Egyébként, ha már ezt említette meg, ugye Prigozsinról is szó volt egyébként a Bahmut esetében is, ugye azt láttuk most, hogy kitűzte az orosz zászlót, mármint a Wagner csoport részéről ugye a városházára, és elfoglaltnak nyilvánították a várost. Ugye az ukránok ezt egyelőre még tagadják, de minden esetre érződik, hogy talán akkor ennek is nyilván a háború szempontjából van, vagy lehet jelentőség. Igen, hát a Prigozsin már sok mindent mondott, hogy ukrán elnök akar lenni, ilyeneket is mondott. Úgyhogy amit ő mond, azt igazán nem kell készpénznek venni természetesen. Ő már egyszer bejelentette, hogy elfoglalták ezt a várost, hónapokkal ezelőtt, de hát ugye az sem volt igaz. És az ukrán parancsnok, a ukrán parancsnokság, amelyik ezen a területen tevékenyik, annak a szóvivője ugye azt mondja, hogy hát az oroszok még messze vannak attól, hogy ezt a várost elfoglalják. Mondjuk egy zászlót ki lehet tűzni természetesen egy középületre, amit már birtokba veszünk, de az még nem azt jelenti, hogy birtokoljuk az egész területet. Igen, nagy kérdés, hogy ennek milyen hatása lehet egyébként Oroszországban, mondjuk egy ilyen merényletnek, vagy lehet-e, vagy belpolitikailag, ugye arról beszélgettünk, hogy akár a kijelentéseknek, mondatoknak milyen súlyos következménye lehet, hát akkor még egy ilyen merénylet. Igen, hát ez olaj a tűzre. Az olaj a tűzre. És ez mit jelenthet? Bizonyos okot adhat egyéb leszámolások elindítására. Az orosz ellenállók, belső ellenállók egyrészt ugye külföldön van, egyrészt börtönben van, esetleg amelyik most formálódott ez az ellenzék, ezek közé kell esetleg majd hivatkozva egy ilyen tevékenységre lecsapni, illetve összefüggésbe hozni a merénylettel, a szervezéssel, a megbízással. Akkor folytassuk is ezzel, mert hogy tényleg egyre nő az áldozatoknak a száma, és a brit védelmi minisztérium az egyik titjéből azt ecsetelik egyébként, hogy nagyjából eddig közel 200 ezer katonát veszthettek el az oroszok, de azt is hozzáteszik, és ez az érdekes, vagy az új információ talán, hogy sokan nem a harcokban haltak meg, hanem például az alkoholnak a következtében, vagy különböző úgymond kivéthető balesetek miatt, és hogy itt például karambolokat írnak, időjárásból fakadó egészségügyi károsodásokat, fagyás, kihűlést, tehát hogy nagyon-nagyon ez is hozzájárul az áldozatok számának a növekedéséhez. De hát beszéljünk már akkor erről, hogy ezt mennyire lehet úgymond készpénznek venni ezeket az információkat. Ráadásul itt tényleg nagyon nagy számok hangzottak el, tehát ilyen 200 ezer áldozatról. Igen, tehát amit a harcoló felek egymásról mondanak, azt ugye nem kell komolyan venni. Nem kell komolyan venni akkor? Nem, ezt mondtam. Hanem a harcoló. Csak a harcoló felekkel. Mindenki jobban tudja a másikról, hogy mekkora veszteségeket szenvedett, a sajátját az kicsinyíti, ezt meg jobban felnagyítja. Most egy ugye, viszonylag független elemzésről van szó. Az angol katonai hírszerzés szokott időnként publikálható információkat nyilvánosságra hozni. Ezzel kapcsolatban túl gyakrabban is, mint ahogy kellene. Az, hogy Oroszországban a katonák isznak, az egy nagyon régi történet. Ott az egész társadalom ilyen, nem csak a katonák ilyenek. Az, hogy a harctrénes hogyan jelentkezik, nyilvánvaló, hogy azok az emberek nem tudnak kilépni a saját bőrükből, akik egy polgári társadalomból besorozva kikerülnek a frontra.
mindenféle félelem és egyéb olyan körülmények közé, amelyekhez nem szoktak hozzá, nem harcedzett vitézekről van szó nagy részében. Valamilyen köze biztosan hozzák, és akkor, amikor ilyen nagy hadigépezet mozog, nyilvánvaló, hogy vannak balesetek, vannak elkerülhető történetek, véletlen balesetek, vannak olyanok, amelyek a túlzott alkoholfogyasztásból származnak. Például itt említette az előbb, hogy fagyás, hát természetesen egy alkoholos befolyásoltság állapotában lévő katona, az valahol lefekszik egy lövészárokban, és akkor az éjszakai, mert ott azért más éghajlati körülmények voltak a télen, mint mi nálunk, elképzelhetőek ilyenek. A számszerűség ugye az már fontos, de úgy gondolom, hogy a nagy része azért a harcokban esett. Ráadásul ugye energetikai kérdésekről is nagyon sokat beszélgettünk már korábban is. Ma egyébként Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban beszélt, és azt mondta, hogy úgy látja, hogy az orosz vezetékes gázexport az EU-ba, mármint a mennyisége nagy mértékben csökkenni fog, és ennek következményei is lesznek Magyarországra nézve is. The price of natural gas in Europe 7 times higher than in the United States. 60 milliárdból körülbelül 8-10 milliárd köbméterre zuhanhat idén az Unióba áramló orosz vezetékes gázexport. Ezt mondta a 4. Budapest LNG Summit konferencián Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A portfólió szerint a miniszter szavaiból arra lehet következtetni, hogy ahol még történik orosz gáz szállítása, ott jócskán csökkenhetett idén a szállított mennyiség. Szijjártó szerint a 2022-es gázárak és az északi áramlatvezetéket ért támadások is megkérdőjelezik az európai energiapiac stabilitását, és az energetikai infrastruktúra sérülékenységére világítanak rá. A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, ez a tél nagyon nagy kihívás lesz az energiaellátás kapcsán, és akkor az árakról még nem is beszéltünk. The first option is pipeline gas from Azerbaijan. A diverzifikáció során sem vagyunk hajlandóak feladni a kapcsolatokat a megbízható szállítókkal, ez semmi esetre sem történhet meg, tette hozzá Szijjártó. Felelevenítve azt is, hogy Azerbajdzsánnál évi 2 milliárd köbméteres hosszú távú importszerződést kötött Magyarország. És ugye erről beszélgettünk itt az orosz szálakról, az kapcsolatokról, és meg arról, hogy Európa országai hogyan törekednek arra, hogy minél kevésbé függjenek az orosz gáztól. Láthatóan ez Magyarország vonatkozásában nem változik. Ugye Szijjártó Péter azt mondta, hogy a diverzifikáció során sem vagyunk hajlandóak feladni a kapcsolatokat a megbízható szállítókkal, itt nyilvánvalóan ugye Oroszországra, illetve hogy elhangzott, ugye Azerbajdzsánra is utal. Ezek szerint nem változik ilyen értelemben az energiapolitika Magyarországnak. Változik, fejlődik. Nagyon fontos látnunk pont az elmúlt egy év kockázataiból tanulva, hogy nem elég, hogyha van egy nagy beszállítónk. Ehhez még országot sem kell vezetni, hogyha van egy rendkívül fontos terméke a családnak, de csak egyetlen egy péktől akarom venni, ha bármi történik azzal a pékkel, akkor honnan lezsöm le reggel a gyereknek. Na most ez sokkal bonyolultabban, 2021. szeptember 27-én a magyar kormány történelmi megállapodást kötött a Gazprommal, még senki nem beszélt háborúról. Egy 10 plusz 5 éves, tehát egy 15 éves gázszerződést. Akkor még nem beszéltünk az olajról. Viszont látjuk és érezhető az a nyomás, és most nem csak a fenntartható forrásokra gondolok, arról is fogok beszélni, hogy más országokból, más forrásokból próbáljuk biztosítani, ahogy mindenki elmondja, diverzifikálni, megosztani ezt a tortát más szeletekre. Ez egy rendkívül racionális döntés. Az azerbajdzsáni lehetőség, óriási lehetőség, az Európai Unió támogatásával mondhatjuk történelmi megállapodásnak, történelmi üzletnek, hiszen Georgia Azerbajdzsánból érkezik a Kaszpi-tenger zöld szele által termelt energia, óriási lehetőség. Folyamatosan dolgozni kell, ezért nagyon fontos a Paks 2 kérdése is. 2030-ig
a jelenlegi Rosszatom szerződéssel, mindegy, hogy a német kormány blokkolja a Siemens energiát, vagy francia beszállítóval. A magyar energiabiztonság szerintem Ferenc, mint a terület kiváló szakértője egyetért, nemzetbiztonsági kérdés. Hogyha nincsen energiabiztonsága egy országnak, akkor nincsen szuverenitása, és nincsen nemzetbiztonsága. Ezért nagyon fontos, hosszú távú partnerek, fenntartható gazdasági kapcsolatok. Csak annyiban hagyja át a szót a többieknek, hogy egyetértek-e ezzel, ugye a gázszállítás esetében azért a gáz áráról is érdemes szerintem említést tenni, mert hogy ugye a hírek szerint elég drágán kapjuk meg az orosz gázt. Így igaz, és 10 plusz 5 éves szerződés kötni, ez azért most kiderült az utóbbi időszakban, hogy nem egy jó dolog, mert lehet látni, hogy például a háború kezdeti időszakához képest nagyon komolyan csökkent a gázára. Hazánk viszont az orosz szerződésben meglévő formula miatt, amely egyébként titkos és nem ismerhetjük meg, még mi sem a külügyi bizottság tagjai, miatt valóban magasabb gázárat fizet most az orosz félnek. Azt gondolom, hogy 13 év alatt a fideszes kormány ezt a diversifikációt nem a megfelelő ütemben hajtotta végre, és most ebben a nagyon komoly lemaradásban van, és most igyekszik ezt pótolni. Az atomenergia ügyében a jobbik konzervatívok mindig kiállt amellett, hogy az atomenergia fontos része a magyar energiabiztonsági résznek, de azt aggályosnak tartottuk, hogy Paks 2-t orosz technológiával építik meg. Itt mindig azt mondta, hogy kell Paks 2, de nyugati technológiával. Mi viszont egy nagyon fontos, és nekem szívügyem a Soproni régióból származva, az viszont az, hogy a fideszes kormány 2011-ben kvázi betiltotta az új szélerőműveket, tehát azt gondolom, hogy a megújuló energiaforrásokra, a geotermikus energiaforrásokra, amely a Kárpát-medencében itt van a talpunk alatt, az elmúlt 13 évben bűnös módon elhanyagolta a fideszes kormány, pedig erre nagyon komoly európai uniós források is lehettek volna, így kerek szerintem a kép. Egy picit hagyd tereljen vissza kicsit kül- és belpolitikai ügyekre az adást, és Amerikáról fogunk beszélgetni. Nem véletlenül, mert hogy Orbán Viktor egyébként a Twitteren üzent, nem is akárkinek, Donald Trumpnak, erre viszont reagált a nagykövet, úgyhogy nézzük meg ezt a történetet, hogy mi is történt. Orbán Viktor hétfő délelőttig várt, hogy a nyilvánosság előtt is támogatásáról biztosítsa Donald Trumpot, aki ellen pár napja emeltek vádat. A magyar kormányfő a Twitteren egy közös fotót posztolt kettőjükről, és azt írta, idézem, harcoljon elnök úr, veled vagyunk. David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete nem sokkal később reagált a magyar miniszterelnök posztjára. A Twitteren azt írta Orbán Viktor posztja mögé, idézem, Magyarország külügyminisztere Szijjártó Péter néhány hete azt mondta, azzal mutatjuk ki tiszteletünket, hogy nem avatkozunk bele más országok belpolitikájába, nem nyilvánítunk véleményt, nem próbáljuk befolyásolni azt. Pressman és Szijjártó között egyébként hosszú hónapok óta dúl a szópárbaj. A nagykövet többször is arról beszélt, hogy Magyarország továbbra is a Putyin által támogatott nézeteket hangoztatja. És ugye éppen azért is akartam még idehozni ezt a témát, mert Svédország esetében beszéltünk éppen arról, hogy az volt a problémája ugye a magyar politikusnak, a magyar kormánynak a tagja, hogy Svédország beavatkozik a magyar belügyekbe, és ugye itt az amerikai nagykövet pont arról beszél, hogy Orbán Viktor is úgymond hát hitet tesz, vagy beavatkozik az amerikai belügyekbe, tehát azzal, hogy hajcol elnökül veled vagyunk, ez egyértelmű állásfoglalás, ezt látjuk? Nagykövet úr, a nagykövet kollégának azért óriási különbséget kell tenni egy miniszterelnök, egy elnök és egy nagykövet között. A nagykövetnek egyetlen egy feladata van, a két ország gazdasági, kulturális, politikai kapcsolatainak az elősegítése, fejlesztése. Egy nagykövet soha nem szólhat bele a belpolitikába. Nagykövet úr mielőtt Budapestre érkezett, már beleszólt, még otthonról üzengetett, azóta is teszi. Azt, hogy egy szuverén ország miniszterelnöke, aki egyébként baráti kapcsolatokat ápol a volt elnökkel, teljesen más, már többször
Tehát ez a beosztásától függ, a pozíciójától függ, egy miniszterelnök beszólhat a belügyekbe, a nagykövet nem? Így van, ami egyébként most megtörtént Isztambulban is, hasonlóan például Erdogan elnök között nagyon komoly feszültség született az USA-val, de pont azért, mert ugye május 14-én elnökválasztás lesz Isztambulban, csak azért mondom, hogy hasonló a szituáció, és az Ankarába akkreditált Egyesült Államok nagykövete találkozott az ellenzéki elnök jelölttel, innentől Erdogan azt mondta, hogy nem fogadja, én mondjuk ilyet nem tennék, de helyre kell tenni, hogy egy diplomáciai misszióvezetőnek, a nagykövetnek mi a feladata. Még az sem feladata, hogy Orbán Viktor üzenetére reagáljon, amit a Twitteren. Nem azért fizetik őt az amerikai adófizetők, hogy Budapestről bírálja a fogadó ország miniszterelnök. Neki nem ez a dolga. Na, akkor nézzük, hogy a többiek hogy látják-e hasonlóan, tehát a beosztástól függ, miniszterelnök bírálhat, nagykövet nem? A nagykövetség az információt gyűjt a fogadó ország minden területéről, ami a feladatot kap, és jelenti haza a külügyminisztériumnak. Ha reagálni kell, akkor majd az ottani külügy, vagy a kormányzat, vagy a kormányfő reagálni fog ezekre a kérdésekre. Ugyanebben ütközött bele, ahogy az előbb a kollega úr mondta, Ankarában az amerikai nagykövet találkozott a választási kampány finisében az ellenzék prominens jelöltjével. Kvázi beavatkozott a török választási kampányba. Ez nem sportszerű magatartás, nevezzük. És itt Orbán Viktor nem avatkozott be az amerikai választási kampányba ezzel? Dehogy nem. És ezt már korábban is megtette miniszterelnök úr, és azt gondolom, hogy én nem a beosztástól tenném ezt ennyire függővé, hanem arról van szó, hogy egy adott kormányzatnak a véleményét egy nagykövet igenis szokta közvetíteni. Itt azért én életkoromnál fogva jól emlékszem arra, amikor a kommunista egypártrendszert mondjuk annak idején a budapesti amerikai nagykövet segítségével, az akkor ellenzékben lévő Fidesz támogatásával művelte, akkor ennyire azért nem volt finnyás Orbán Viktor és a Fidesz. Tehát azt gondolom, hogy ez egy veszélyes út, amikor ennyire egyértelműen állást foglal valaki mellett. Egyébként ezt már korábban is megtette, ebbe semmi újdonság nincsen. Az egy más kérdés, hogy az amerikai Egyesült Államok kormányával pedig a magyar nemzeti érdek az diktálja, hogy jó kapcsolatot kell általában ápolnunk. Ez a végszó, mára be kell, hogy fejezzük, mert letelt a műsor, szerintem tudtuk volna még folytatni. De ígérem, hogy megtesszük majd, még köszönöm szépen, hogy itt voltak, és elmondták a véleményüket. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, maradjanak továbbra is itt az ATV-n, pedig holnap este szintén találkozunk. Szép estét, viszontlátásra!